A télen nem használt kerékpárt érdemes az első út előtt alaposan átvizsgálni, hiszen a több hónapos pihenés alatt nem csak az emberi szervezet ereszt le, hanem a technika is képes megadni magát. A megnyúlt kerékpárlánc például koptatja a fogaskerekeket, és akadályozza a bicaj megfelelő váltását. De nem csak a hajtást kell ellenőrizni ilyenkor. A váltó követően a féket is beállítom. Itt például egy tárcsafékről van szó. Itt oda kell figyelni, hogy például a féktárcs az ne súroljon be, hangtalanul működjön, de ha kell a kellő fékhatás, mikor kérjük, akkor fejtse ki. Ezek mind a kettő fék esetében beállítom. Utána a csavarokat, amikkel össze van rakva egy kerékpár, azokat ugye átnézem, meghúzom. És természetesen elengedhetetlen a rendszeres guminyomás ellenőrzés. A kereket használati tereptől függően kell felfújtatni. Van, aki tényleg időben előre gondolkozik, december, január környékén már hozza is a kerékpárját, úgymond előre látva ezeket a dolgokat. Van, aki meg az utolsó utáni pillanatban kapja elő, hogy szeretne menni akár most innen Tokajba, és akkor most pénteken délután behozza, hogy ő hétvégén szeretne menni, és akkor sajnos egy ilyen 2-3 hetes várakozás idővel állunk elé, hogy ilyen hamar tudjuk teljesíteni a kerékpárnak a javítását. Ebben a szervizben egy teljes átnézés körülbelül 2 órát vesz igénybe, és 15 ezer forintba kerül. Volt már azonban olyan világversenyeken is induló extrém bringa, amelynek az átvizsgálása, javítása több mint 500 000 forintba került. Érdemes külön figyelmet fordítani az egyre kedveltebb elektromos rásegítésű kerékpárokra is. Ezek ugyanis a hagyományos bringákkal ellentétben nem csak fizikai beállításokat igényelnek. Vannak különböző rendszerfrissítések, ugyanúgy, mint egy mobilra, mindegy milyen rendszerrel fut, és akkor ezeket is lehet frissíteni, külön a motort, külön az akkumulátort, van külön kis kijelzője, van kis kezelőegysége, ezeket mind-mind lehet úgymond a számítógépen frissíteni a hozzá megfelelő programmal. És hogyha ez megtörtént, úgymond az elektronikai része, ez így mind-mind rendben van. Minden kerékpárnál egyformán fontos azonban a tisztán tartás. Sok esetben úgymond a szennyeződés az úgy hat a kerékpárra, hogy felgyorsítja úgymond például a csapágyak, a láncnak a kopását, a fékrendszernek a kopását, minden alkatrésznek a kopását, a sok-sok szennyeződés az időarányosan elkezdi egyre gyorsabban és gyorsabban koptatni. A szervizelési munkák után pedig a legfontosabb, hogy a bringát a gazdájához igazítsuk. Megfelelő ülés és kormány beállítással elkerülhetőek a térd, nyak és hátfájások.